szituációd ebben a pillanatban. Úgy érzed, hogy minden a fej tetejére állt, úgy érzed, hogy nem tudsz tovább csinálni semmit, túl sok az iskola, túl sok a munkahely, túl sok a család, túl sok a kapcsolat, és úgy érzed, hogy a kiégés szélén állsz. Sziasztok, fiúk és lányok! Üdv a csatornámon! Ebben a videóban 5 darab olyan dolgot fogok elmondani, ami nekem segített anno abban, hogy ne égjek ki. Mivel én is éreztem úgy, ahogy te, nyilvánvalóan, egyszer az életében szerintem mindenki érzett úgy. Viszont én szeretném azt megelőzni, hogy az emberek napi szinten, heti szinten, havi szinten így érezzenek, ahogy az előző klipben láthattátok. Szóval mi az első dolog, amit én megtanultam anno, amikor a kiégés szélén álltam, vagyis valójában ki voltam égve, csak nem igazán jöttem arra rá, hogy ebben a szituációban vagyok, az, hogy próbáld meg felismerni azt, amikor ez a dolog, ez így megtörténik. Tehát próbáld meg az agyadban így ketté szedni, vagy három felé szedni, vagy attól függ, hogy amennyi fele kell, hogy mikor van az, amikor kiégsz. Tehát ugye nagyon egyszerű, a kiégésnek az a lényege, hogy egyszerűen annyira túl vagy terhelve, annyira sok mindent csinálsz, hogy egyszerűen az egyik nap a szervezetet azt mondja, hogy akkor itt a vége, és ő ezt most így föladja. Ergo nem tudsz koncentrálni, állandóan fáradt leszel, minden, amit csinálsz, azt elrontasz, nem azért, mert buta vagy, vagy nem értesz hozzá, hanem azért, mert annyira el vagy fáradva, hogy egyszerűen az agyad nem tud tovább gondolkozni, nem tud tovább dolgozni. Tehát, hogyha tisztában vagy ezzel, hogy mi az a kiégés, akkor tudni fogod azt, hogy mikor következik be. Ugye ezek általában, mondjuk ha iskoláról beszélünk, akkor ugye vizsgaidőszak, vagy fél évzárás, ha munkáról beszélünk, akkor mondjuk az utolsó negyed, vagy ugye attól függően, hogy milyen munkahelyek vannak, vannak olyan időszakok, amikor mondjuk ez a kiégés ez hamarabb előjön, vannak olyan időszakok, amikor mondjuk egyáltalán nem jön ki, hogyha egy kapcsolatról van szó, akkor akár az lehet az évi forduló, akár az lehet egy következő szint, mondjuk amikor házat vesztek, babát vártok, vagy nem tudom, esküvő előtt álltok, tehát mindegy, hogy miről van szó, tudni kell azt, hogy mikor érzed azt, hogy neked most itt valami probléma van. Hiszen erre vannak jelek, oké, tehát egyre fáradtabb vagy, kevesebbet tudsz aludni, nem sikerülnek a dolgok, amiket csinálsz, tanulsz, és egyre rosszabb lesz a vizsga. Nem azért van, mert nem értesz hozzá, hanem azért, mert a kiégés fele haladsz, és az agyad egyszerűen nem tud tovább dolgozni. Tehát az első dolog az az, hogy gyere rá arra, hogy ez miért van, mi okozza, és milyen jelek vannak, mert a jelek mindenkinél mások. Amiket elmondtam, ezek ilyen általánosabb jelek. Viszont ez embertől függ, van akinél ez így egyből kijön, van akinél csak egy darab dolog jön ki, van akinél mindenki jön egyszerre, tehát ezért fontos az, hogy te, aki most ezt a videót nézed, legyél tisztában azzal, hogy mi a jele. A második dolog, amit így azonnal kell csinálni, tehát ennek nincs ilyen, hogy akkor most majd várunk vele, meg majd nem tudom, majd legközelebb megcsináljuk, az, hogy pihensz. Ez nekem általában szerintem úgy egy nap szokott lenni, amikor így rájövök, hogy akkor itt most vége van. Viszont ez fontos azért, mert hogyha te úgy érzed, hogy a kiégés szélén állsz, és tovább csinálod a dolgokat, akkor egy nap nem lesz elég. Tehát van olyan ismerősöm, akinek így egy év kellett ahhoz, hogy lábra tudjon utána állni, és nekem, amikor először volt ilyen, akkor nekem kellett pár nap. Most viszont úgy vagyok vele, hogy például péntek este érzem azt, hogy egész héten tanultam, dolgoztam, ezt is azt csináltam, szombaton így semmi. Tehát addig alszom, ameddig akarok, nem dolgozom, nem tanulok, nem gondolkozom azon, hogy mit kéne csinálni, hanem azt csinálom, ami nekem jól esik. Eszem, olvasok, alszom, sorozatot nézek, sétálok, elmegyek az edzőterembe. Tök mindegy, de nem csinálom azokat a dolgokat, amik eljuttattak oda, hogy kiégjek. Ergo, ha rövid időn belül rájössz arra, hogy te most ebben a szituációban vagy, akkor 1-2 nap maximum. És azért 1-2 napot mindenki meg tud engedni magának azért, hogy pihenni tudjon. Ha mondjuk hétfőn érzed azt, hogy így érzel, akkor lehet, hogy érdemes várni egyébként péntekig, vagy szombatig, vagy érdemes mondjuk a munkából egy kicsit visszább venni ezeken a napokon, tudod, kicsit lassabban dolgozni, vagy mondjuk akkor máshogy tanulni, de az a lényeg, hogy azonnal szünetet kell tartani, mert ha nem tartasz szünetet, akkor az így felhalmozódik. És az egy nap helyett ki kell venned egy évet, és azért egy évig nem dolgozni, nem tanulni, nem minden ember engedheti meg magának. A harmadik, amit ilyenkor általában csinálni szoktam, az az, hogy újra definiálom a céljaimat. Tehát általában az ember azért is kiéghet, mert mondjuk túlságosan magasra tette a mércét. És ilyenkor gondolkozom el azon, hogy oké, biztos, hogy kell nekem ez az átlag. Biztos, hogy kell nekem ez a projekt.
biztos, hogy kell nekem ez a ház, vagy nem tudom micsoda. Nem elégszem meg egy kicsit kevesebbel, és akkor a mentális egészségem az így nem fog ennek a hatására menni. Tehát a kérdés az az, hogy mik a céljaid, és hogy az-e az ok azért, hogy te kéktél, mert túl magasak a céljaid, vagy más köze van hozzá. Ha reálisak a céljaid, és úgy érzed, hogy egyébként meg tudod csinálni őket, csak mondjuk egy kicsit több idő kell hozzá, vagy úgy érzed, hogy reálisak a céljaid, de mondjuk szükséged van egy nap pihenőre, akkor ne változtass célt. De hogyha úgy érzed, hogy az a célod, amit te ide kitettél magadnak, az túlságosan nehéz, és ez a jele annak, hogy te kiégtél, akkor változtasd a célodat meg. A negyedik az az, hogy ne próbáld elnyomni. Tehát a kiégés az nem egy mentális betegség. A kiégésre nem kell gyógyszert venned. A kiégés az nem egy olyan dolog, ami senki mással nem történik meg, csak veled. Ez egy olyan dolog, ami teljesen normális. Ha valaki kiég, akkor nem lesz mentálisan dilis, nem kell pszichológushoz járnia, szimplán pihenésre van szüksége. Ergo, ne tegyél úgy, mintha ez nem lenne egy komoly dolog. Ne tegyél úgy, mintha ez egy olyan dolog lenne, ami majd így magától eltűnik. Ne tegyél úgy, mintha ez egy gáz dolog lenne. Mivel amikor valakire ránézek, és látom, hogy nem aludt 3 hete, látom, hogy azért is nyomja tovább, és megkérdezem tőle, hogy ember, miért csinálod? Miért nem veszed ki ezt a hétvégét azért, hogy pihenjél, és utána a jövő héten 2-szer ilyen jó energiád lesz, mivel újra töltődsz. Tehát ne próbáld meg elnyomni, és ne próbálj meg úgy tenni, mint hogyha csak nem aludtam eleget. Oké, akkor legközelebb aludjál 10 órát, és nézzük meg, hogy ugyanúgy tudsz-e dolgozni, ugyanolyan jók az eredményeid. És amikor azt mondják, hogy hát de ez nem igaz, mert hogy én nem akarok ilyen dilis lenni, ez nem azt jelenti, hogy te dilis vagy. Ez nem azt jelenti, hogy te dilis vagy, vagy kattos vagy, vagy hogy neked valami bajod van, ez szimplán azt jelenti, hogy abban a fázisában vagy az életedben, a karrier, kapcsolat, diákélet, mindegy, hogy miről van szó, amikor te most kiégtél. De ha tagadod, az rosszabb lesz. Ha tagadod, akkor igazából így a gyógyulásod ellen fogsz menni. És ne tagad, mert mondom, ez nem egy olyan dolog, ami nem történik meg minden egyes emberrel. És az utolsó dolog az az, ami még ugye nekem szokott segíteni, az az, hogy legyen egy B-terved. Tehát legyen egy B-terved arra, hogyha mondjuk kiderül, hogy a céljaid azok, amik túl magasan vannak, legyen egy B-terved az új céljaidra. Hogyha esetleg nem tudod, hogy hogyan kapcsolják ki, akkor legyen egy B-terved arra, hogyha mondjuk mész az iskolába, és hirtelen úgy érzed, hogy úristen, én nekem most teljesen le fog blokkolni az agyam, mert annyira fáradt vagyok, akkor legyen egy B-terved. Nézd meg egy sorozatrészt, vagy hallgass zenét, vagy olvas pár oldalt a könyvedből. Egy olyan dolog, ami abban az adott helyzetben vissza tud téged rázni a való életbe, mert ha iskolába mész, be kell ülnöd az órára. Ha meetinged lesz, részt kell venned azon a meetingen. Tehát legyél tisztában azzal, hogy mikor jön ez a dolog, és legyen egyfajta terved arra, hogy amikor ez a dolog ez megtörténik, akkor te ezt tudjad kezelni. Mert nem mondhatod mindig azt az iskolában, hogy nem tudok órára menni, mert fáradt vagyok. Nem mondhatod azt a meetingen, hogy nem tudok részt venni, mert fáradt vagyok. Muszáj vagy azt mondani, hogy oké, ezt az 1 órát ezt tovább tolom, ezt a 2 órát ezt megcsinálom, és amikor hazamegyek, akkor ahelyett, hogy egyből leülök tanulni, vagy egyből nem tudom, nekiállok a holnapra készülni, pihenek, elmegyek az edzőterembe, olvasok egy 20 oldalt, megnézek egy filmet, megcsom a kedvenc vacsorámat. Valami olyasmi, ami egy ilyen B-terv azokra a napokra, amikor ez a dolog annyira nehéz, annyira rád nehezedik, hogy egyszerűen nem tudsz várni a hétvégéig. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnézted ezt a videót. Remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy segít azoknak, akik úgy érzik, hogy mindenük felrobban, és az egész, nem tudom, életük egy káosz. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek lájkolni és feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradjatok le több ilyen videóról. Remélem, hogy mindenki jól van, remélem, hogy tanultok és élvezitek a sulit. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!